Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra! Mint ahogy a híradóban is beszámoltunk, az Éltető Balatonfelvidékért Egyesület további együttműködő partnerekkel stratégiai megállapodást írt alá Navrasics Tibor területfejlesztésért felelős miniszterrel. Az Éltető munkája jelentősen javította, javítja a Balatonfelvidék hazai és nemzetközi kulturális és turisztikai ismertségét, hatékonyan segíti új munkahelyek teremtését és ezáltal az ifjabb generációk helyben maradását, Nyitott a Balaton felvidék fejlesztése érdekében már jelenleg is működő és a jövőben létrejövő további együttműködésekben történő konstruktív részvételre. Dr. Rédei Zsoltot hallják, az Egyesület elnökét. Kapcsoljuk a stúdiónkat! Én is köszöntöm nézőinket, és tisztelettel köszöntöm dr. Rédei Zsoltot, az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület elnökét. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm én is az Zóna Televízió nézőit és a TV munkatársait. Elnök úr, mondhatjuk, hogy sikeresen indult az idei év, hiszen nemrégiben néhány nappal ezelőtt egy stratégiai együttműködési megállapodás aláírására került sor. Mit kell tudnunk erről? Az Európai Uniónak nagyon fontos a közösségfejlesztés, a vidéki közösségek fejlesztése, és ezt mindig összehangoltan, szervezetten valósítják meg. Hét éves ciklusokban történik a, vidékfejlesztés, és 2022-től 28-ig tart a jelenlegi uniós vidékfejlesztési időszak, és ennek kapcsán minden szervezetnek szüksége van úgynevezett fejlesztési stratégia összeállítására. Nem kell egy extra dologra gondolni, számba kell venni azt, hogy mit, milyen formába és milyen finanszírozással kívánunk az elkövetkezendő nyolc évben megvalósítani. Na de ebből azért automatikusan nem következik, hogy egy ilyen megállapodás születik. Mit kell tudnunk a részletekről? Kik az együttműködő partnerek? Hogy került sor az aláírásra? Hogy került az Éltető Balatonfelvidékért Egyesület egy ilyen közegbe országos szervezetek mellé? A líder akciócsoportok száma országosan 104. Tehát 104 olyan akciócsoport van, mint az Éltető Balatonfelvidékért Egyesület. Ennek a nagy rendszernek vagyunk mi is a részei tevékenységünket most már 2008 óta végezzük folyamatosan, idei jubileumi évünk, a 15. évünk az alapítás óta. Ez alatt sikerült olyan társadalmi bázist kialakítanunk, és a tevékenységünket olyan szinten végezni, hogy odafigyelnek nem csak a tagjaink, hanem a, a körülöttünk lévő közösségek, szervezetek, és természetesen a, a vezető, állami vezetők is, és így kerültünk kiválasztásra tulajdonképpen egy olyan prominens társaságba, akikre alapozzák most ezt a vidékfejlesztési ciklusnak a program kidolgozását. Tehát mondhatjuk azt, hogy az együttműködő partnereknek az lesz a feladata a következő időszakban, a következő években, hogy ezt az uniós ciklust valamilyen módon társadalmilag megalapozzák, vagy a társadalom különböző rétegeiből szerzett tapasztalatokkal megalapozzák. Így van, és ennek fontos része lesz adott esetben az innováció, az új formák, szolgáltatások, új termékeknek a, a bevonása, és mint szellemi bázisok ennek a stratégiai együttműködésnek tulajdonképpen a nagy magyarországi egyetemek mindegyike részese. Hogy kerül sor az aláírásra, és hol került sor erre? Az aláírásra miniszterelnökségben került sor, 14 együttműködő partner volt meghívva ennek a stratégia együttműködési megállapodásnak az ünnepélyes aláírására, miniszter úr, dr. Navasics Tibor miniszter úr kezdeményezésére, és nagyon prominens, társaság jött össze, akik részesei lehetünk ennek a stratégia együttműködési megállapodásnak, például az Ötvös Lóránt Tudomány Egyetem, a Műszaki Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, és tulajdonképpen az összes jelentős egyetem részese ennek a stratégiai programnak. Hogyan értékeli elnök úr most néhány nap eltelt már az aláírás óta? Mit jelent ez az aláírás, mit jelent ez a megállapodás, ezek a feladatok mit jelentenek az Egyesület további működése szempontjából? Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy részesei lehetünk magának a programnak, ugyanis megfogalmazhatjuk, hogy mi az, amit szeretnénk megvalósítani, milyen formában szeretnénk megvalósítani, és amennyiben az illeszkedik a többi szervezetnek a programjához, akkor mint egységes program részeként valósíthatjuk meg a fejlesztési elképzeléseinket a Balaton-felvidéken. Melyek azok a fejlesztési elképzelések, amelyek kardinálisak az önök szempontjából? Elsősorban a vidékfejlesztés? Stratégiai szempontból négy fő terület van az egyesületünk tevékenységében, amit mindenképpen preferáltunk, és a továbbiakban is preferálni kívánunk. Ez a helyi termékek szolgáltatások piacra jutásának az elősegítése, és a helyi termékek szolgáltatásának ismertségének, elismertségének a növelése. Nagyon nem kell ragoznom, hogy Balaton felvidéken vagyunk, és a balatoni bor, a sajtok, a kézműves termékek, a tűzzománcok, a tihanyi levendula, tehát mind olyan termékek, szolgáltatások önmagá, önmagukban is, amelyek már kellő ismertséggel, elismertséggel rendelkeznek, de ezt egységbe foglalva és összeszervezve úgy gondolom, hogy ezen még tovább fogunk tudni javítani. A másik a turizmus idegenforgalom. Balaton felvidéken vagyunk, világnak talán az egyik legszebb táján, és nagyon fontos a hozzánk látogatóknak a jó érzése, a kellő preferálása a vendégeknek, és ennek kapcsán a szálláshely szolgáltatásainkat kívánjuk bővíteni, vendégházak korszerűsítésével szálláshelyek számának növelésével. Nagyon fontos stratégiai szempont nálunk a fiatalok helyben tartásának a, az erősítése. Ha ö, megszületnek nálunk a gyermekek és jó képességgel rendelkeznek, akkor ne menjenek el, maradjanak itt, és erősítsék a, a közösségünket. És nagyon fontos stratégiai elemünk 2014 óta a védjegyrendszerünk működtetése, az értető Balatonfelvidék-vidék minősége védjegy, most már több mint 100 védjegyes tagunkkal úgy gondolom, hogy kellő színvonalat és szintet jelent a termékekre, szolgáltatásokra. Tehát feladat van bőven, célok is vannak bőven. Mennyire fogja átírni ezeket ez a stratégiai megállapodás? Kik azok a partnerek, akikhez igazodni kell? Mi lesz a következő lépés? A következő lépés a helyi stratégiánknak a pontos megfogalmazása. Erre 2023 év végéig kaptunk határidőt, és amennyiben megfogalmazzuk a saját stratégiai fejlesztési programunkat, akkor a szinkronizálni fogjuk a környezetünk, a körülöttünk lévő stratégiai programokkal, és remélhetőleg az összes program szinkronizálásával egy egységes vidékfejlesztési stratégia fog majd megvalósulni Magyarországon. Vannak olyan szervezetek, akiket bevonnak majd ebbe a munkába, szükség van partnerszervezetekre? A tagjaink összetétele önmagában már megfelelő a különböző tevékenységi körök és szervezeti formák véleményének az összehangolására. Tagjaink között vannak társadalmi szervezetek, egyesületek, önkormányzatok, vállalkozók, gazdasági társaságok, és gyakorlatilag az élet minden területéről vannak tagjaink az Éltető Balaton Felvidékért Egyesületben. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ez egy meglehetősen nagy szellemi munka lesz a továbbiakban. Mit tudhatunk az apparátusról, az érintetteken kívül, a tagokon kívül, akiket bevonnak ebbe, kiknek a munkájára számíthatnak? Természetesen a munkaszervezetünk készíti elő a, a, vitaanyagokat, a tárgyalandó témaköröket, ugyanúgy, mint éveken keresztül stabil munkaszervezete van. Az Értető Balaton felvidékért Egyesületnek és Sümegen a Váraja utcában egy nagyon szépen felújított stílusos központi irodánk van, nagyon szépen illeszkedik ott a vártövében a környezethez, és reméljük, hogy a továbbiakban is lesz lehetőségünk még annak korszerűsítésére és fejlesztésére. Ha azt halljuk, hogy éltető Balatonfelvidékért Egyesület, akkor azt is hozzátehetjük, hiszen ez olvasható minden felületen, hogy olyan szervezet, amely a Balatonfelvidék turisztikai és kulturális kincseit feltérképezi és aztán közreadja. Ez a stratégiai megállapodás, ez lendíthet ezen? Tehát ki lehet még nőni ebből a területből, még nagyobb tájegységet fognak meghódítani, vagy mondhatjuk, hogy országos híre tehet szert az Egyesület? A... Az együttműködésünk, mikor indultunk 2008-ban, 59 településre terjedt ki, és most lett lehetőség arra, vagy van lehetőség arra, hogy adott esetben a területi együttműködésünket is megváltoztassuk, és egységes volt az álláspont, hogy van egy jól működő 59 településre kiterjedő éltető Balaton felvidékért egységünk, és se kibővíteni nem szándékoznánk a területi lefedettségünket, a szűkítésre meg nem lenne szerencsés, hogyha ebbe az az összeszokott egybe dolgozó csapatból valaki kikerülne, úgyhogy a területi lefedettségünket továbbra is ezt a Balaton 59 településére kiterjedően kívánjuk elvégezni, de természetesen nem vagyunk lehatárolva olyan szinten, hogy együttműködéseket más területeken is megvalósítunk. Nem csak országon belül, hanem országhatáron kívül is kiválóak a spanyol kapcsolataink, de természetesen hozzánk is rendszeresen járnak a külföldiek tanulmányutakra. Tehát, ha 2023 szóljon ezekről a tervekről, azonban nézzük a közeljövőt, az elkövetkezendő hetekben, hónapokban mit terveznek? költségvetés tervezés időszakában vagyunk, bennünket is érintenek azok a folyamatok, tendenciák, amiket otthon mindenki saját maga érzékel érez, energia költségek, bérköltségek, különböző szolgáltatásoknak a, a változásai, ezek között meg kell oldanunk a stabil működést, és egyelőre úgy számolunk és úgy tervezünk, hogy az amúgy évek óta változatlan tagdíjat, amit csak jeleznék nagyságrendileg, ö, egyéni vállalkozóknál, társadalmi szervezeteknél 10-15 forint éves szinten. Ezt nem kívánjuk emelni, tehát változatlan tagdíj befizetés mellett remélhetőleg egy még kibővítettebb, még szélesebb szolgáltatást fogunk tudni nyújtani a tagjainknak. És jönnek azok a rendezvények, amelyeken mindig jelen van az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület, most legközelebb a Lencse Fesztiválon. 2023. február 11 nemes Nemesvámos Lencse és Hurka Fesztivál, kiváló program, nagyszerű társaság, egy kiváló helyszínen. Tudomásom szerint jelentős már a főzőcsapatok jelentkezése is, úgyhogy jelentős számba vesznek részt a főzőversenyen is, természetesen az Éltető Balaton felvidékért Egyesület is egy csapattal fogja képviseltetni magát magán a főzőversenyen is. Mi pedig természetesen ezt is megmutatjuk majd nézőinknek, köszönjük a figyelmet, köszönjük elnök úr, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget!